Nagy szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Az én szempontomból mindenképpen történelmi pillanat, hiszen már jó néhány éve itt vagyok Újfehértón, itt vagyunk családommal, és még én most vagyok itt először az adventista imaházban, és nagyon köszönöm a felkérést, nagyon köszönöm a meghívást, és valóban örülök, hogy itt lehetek. Reformáció 500. évében tényleg fontos dolognak tartom én is, hogy akkor, amikor valóban szinte a reformáció ügyeivel kapcsolatosan és a reformációi megemlékezések odáig mennek el, hogy Luther Márton kiszög ezt a 95 vitatételét, és akkor ezzel úgymond el van intézve a reformáció, akkor beszéljünk már egy kicsit magáról, Calvinról, aki azért mégis a helvét hitű reformációnak a megalapozójává vált, és én szoktam egy kicsit büszkén mondani azt, hogy addig, míg Luther Márton 95 tételt kifüggesztett a vártemplom kapujára, addig könyvek hosszú sorát írta Calvin János, és tulajdonképpen a keresztény vallás rendszerét, az institúciót tette le oda két nagy vastos kötetben, mint élete egyik főművét, a élete másik főműve pedig Genf városa volt. És nyilván Luther érdemeit sem akarom semmiképpen csökkenteni, és nem akarok azért annyira hazafelé sem beszélni. Az előadásomban szeretném majd az ő kettőjük kapcsolatát is egy kicsit majd kihangsúlyozni és előhozni. Én bátorkodtam egy olyan címmel hozzátok érkezni, ami Calvin és a calvinista ember gondolatkörét hordozza magában, és rögtön már a legelején azt szeretném elmondani, hogy bizony elég sok vitát keltett az idők folyamán a calvinista kifejezés. És én határozottan merem azt állítani, és ahogyan László testvéremnek is mondtam, hogy a calvinista kifejezés vagy szó használat ellen én biztos vagyok, hogy maga Calvin tiltakozna a legjobban. Ugyanakkor pedig mégis létjogosultsága van ennek a szóhasználatnak, mert azért a református hitünk úgy, ahogyan azt valljuk, ahogyan megéljük, az azért elszakíthatatlan Calvin Jánosnak a munkájától. Magát a kifejezést először 1620-ban használták. És érdekes módon, hogy Kolozsvár papját, aki a calvini tanokat vallotta, nevezték először calvinista vagy kaluinista papnak. Talán érdekességképpen azt is elmondhatom, hogy a Földön egyetlen egy olyan helyiség van, egyetlen egy olyan település, amit Calvinról neveztek el, és ez nem Franciaországban van, még csak nem is Svájcban, hanem Erdélyben van egy ilyen kis falu. Egy mindösszesen 900 lelket számláló község. És azért hívják így, mert oda menekült calvinisták alapították ezt a települést. Köztudott, hogy Calvin János a prédikációival, az ige hirdetésével mindig, mindenkor hatni akart az emberekre. És ezáltal akarta, az Isten igéinek hirdetése által akarta formálni az embereket. És én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen sikerült is a mi reformátor atyánknak, mert az ige hirdetésnek, a tanításnak jó esetben mindig az lenne a célja, hogy formálja, alakítsa az embereknek az életét, gondolkodását, hitét. És én azt is elmerem mondani, hogy azonos tanítás azonos embertípust formál ki. És ezért van az, hogy legyen egy francia hugenotta, egy angol puritán, vagy egy holland, vagy egy magyar református ember,
élhet 1000 kilométernyi távolságra egymástól, de ezekben az emberekben mégis hasonló jellemvonások vannak. Mielőtt a kálvinista emberről beszélnék, szeretném összefoglalni a nagy reformátor életpályáját. És most talán egy kicsit különösképpen a mi gyermekeinknek rajzait hoztam, hogy azokon keresztül próbáljuk megnézni Calvinnak az életútját, életpályáját. Azzal kezdeném, hogy Calvin János az úgynevezett második generációs reformátorok közzé tartozik. És akkor itt szeretném említeni egy evangélikus teológusnak a gondolatát, aki azt mondta, hogy Calvin elképzelhetetlen lenne a német luteri reformáció nélkül. De a luteri reformáció is csak egy epizód maradna a történelemben, hogyha nem jött volna Calvin. Beszélgettünk arról lelkipásztor testvéremmel, hogy a reformátorok miként tartották egymással a kapcsolatot. És lehet, hogy vannak, akik tudják, hogy például Luther és Calvin személyesen soha nem találkozott. De egymásról tudtak, és egymás műveit, egymás tudományát igen nagyra értékelték. És milyen szép ez a gondolat is, hogy igen, így lehet együtt, közösen az Isten ügyeit naggyá tenni, hogy elismerjük egymásnak a tevékenységét. 2009-ben 500 éve, hogy született Calvin János, azért is egy ilyen rajzot hoztam, amelyen rajta van a 2009-es calvini kezdő éveknek az első éve. 1509. július 10-én született Calvin János Franciaországban, Picardia tartomány Noyon nevezetű városában. Szülei második gyermekeként született. Már valóban az Isten kegyelme volt az, hogy egyáltalán Calvin életben maradt. Mert nem remélték azt, hogy meg fog maradni, hiszen nem egy életerős csecsemőként született meg. Beteges volt, sáppat volt, és tulajdonképpen ez meglátszott az ő egész életén. Éppen ezért a következő képen, ezen a csészén én azt szeretném bemutatni, hogy tulajdonképpen az ő életét ehhez a porcelán csészéhez lehetne hasonlítani. A mester meggyúrja, pörgeti, égeti, festi. Bizony mindez alatt a csésze nagyon sokat szenved, de így lesz szép, erős, tartós és hasznos. A csésze a fazekas mester keze alatt, Calvin élete pedig a Jóisten keze alatt formálódott. Ezen a térképen az 1500-as évek Európáját láthatjuk. Calvin Franciaországban, tehát Noyonban született, Párizstól északra 100 kilométerre található ez a város, és itt olyan fontos településeket próbáltunk megmutatni, amelyek Calvin élete kapcsán jelentősek, és a barnásan, narancssárgával, a pirosat nyomom, akkor tudok mutogatni? Igen, tehát a narancssárgával vagy barnával ábrázolt területek, itt például a régi Magyarország területét láthatjuk, lettek tulajdonképpen a Calvin által követett helvét reformációnak térhódított területeivé. És azt is tudjuk, hogy Magyarországon az 1526-os Mohácsi vész után, amikor három részre szakad az ország, akkor az erdélyi fejedelemség alá tartozó területek lettek reformátussá. Calvin édesapja, Gerald Calvin a katolikus egyháznál dolgozott ügyvédként és gazdasági igazgatóként, édesanyja pedig Jean Le Franc. Ők mindketten polgári családból származtak. Calvinék heten voltak testvérek, ő volt a második, édesanyja viszont fiatalon meghalt, édesapja újra megnősült, és Calvinnak még két féltestvére született, viszont testvérei közül többen meghaltak gyermekkorukban.
Legelőször természetesen szülővárosába, Noyonban kerül a kámzsások kollégiumába, majd 14 évesen pestis járvány miatt Párizsba kerül, ott folytatja a tanulmányait a nemes Montmore család gyermekeivel együtt. Az édesapa az értelmes fiút papnak szánta, aki hamar kitűnik a társai közül. Csendes, visszahúzódó gyermek, és már itt jelentkeznek azok az egészségügyi dolgok, amelyek, vagy problémák, amelyek már születésekor és aztán egész életében végigkísérik, gyermekkorától fejfájások gyötrik, keveset eszik, keveset alszik, ám sokat tanul. És a tanulmányait egyházi ösztöndíj biztosítja. Párizsban a De la Marche gimnáziumban nagyon sokat tanul a latin tanárától, Maturin Cordiertől, akivel életre szóló barátságot köt. Cordier nem annyira fegyelemmel, mint sokkal inkább szeretettel irányította a tanítványait. Az volt az elve, hogy olyan tanulókat vegyen a kezei alá, akikkel ő az Úr Jézus Krisztust akarja megszerettetni. Mert úgy gondolta, hogy a vele való közösségben formálódnak ezek a diákok igazi emberekké. Nagyon érdekes, hogy késő öregkort élt meg. 1559-ben Calvin meghívja őt a Genfi Akadémiára tanítani. És Calvin halála után 4 hónappal később hal meg, 85 éves korában. Tehát túléli Calvint. Majd másik iskolába is kerül, a Montagu nevű spanyol kollégiumba, ahol viszont szigorú katolikus neveltetést kap. Sok híres ember került ki ebből az iskolából, és azt írják az itteni éveiről, hogy bizony ott a diákok nagyon sokat éheztek. Húst egyáltalán nem kaptak. És úgy írják a visszatekintések, hogy itt megy tönkre Calvinnak a gyomra. De ugyanakkor megtanulja az önfegyelmezést és az alázatot. És szinte fegyházi szigor volt itt. De mindeközben jártasságot tett Calvin a filozófiai vitákban. Érdekes azt is megtanulnunk, vagy megtudnunk, hogy milyen volt Calvinnak a tanulási szokása. Szerény vacsora után mindig éjfélig tanult. Majd minden reggel 5-kor kelt, hogy átismételje az elméjébe mindazt, amit előző este olvasott. És ennek köszönhette a kitűnő emlékező képességét. Ez évek alatt került kapcsolatba a franciaországi bibliás humanizmus képviselőivel, bibliafordító rokona Pierre Robert Olivetán a biblia tanulmányozására hívja fel Calvinnak a figyelmét. Későbbiekben Calvin ír majd előszót Olivetán biblia fordítása elé, és ez lett a francia protestánsok közös bibliája. Édesapja összetűzésbe kerül a katolikus egyházzal. Fiát inkább jogi egyetemre szánja, és Calvin Orleánban és Bourges-ban tanul, és megszerzi a doktorátust. Sok híres tanárral és professzorral megismerkedik itt, és nagy hatással van rá a görög professzora Melihor Volmár, aki megismerteti Calvint Luther tanaival. És nagyon érdekes, hogy Volmárnál Kosztos diák, a nemesi származású, akkor még 9 éves Béza Tódor, akivel Calvin már ekkor barátságot köt. Édesapja halála után Calvin inkább irodalommal foglalkozik. Tudunk arról, hogy Seneca művéhez, a De Clemenciához ír magyarázatot 1532-ben. A munka nagyon jól sikerül, de igazán nagy elismerés nem aratott ezzel Calvin János. És tulajdonképpen rá is döbben arra, hogy ez nem az ő útja. Ugyanakkor Párizsban lektorként a Fortet vagy Forte kollégiumban oktatott és teológiát tanult,
és van az a kép alsó részére rajzolt pelikán étterem, vagy pelikán fogadó, ahol összeismerkedik a hitújítókkal, a hugenottákkal, akik közül bizony nagyon sokan a hitükért mágja halált is haltak és vállaltak. Egyről tudunk, aki egy hugenotta orvos azt vallotta, hogy a papi paráznaság oka a cölibátus, és ezért a tanításáért elégették. Calvin is rádöbben arra, hogy az egyház megújításra szorul, hát letért a Bibliában kijelölt útról, és ekkorra tehető tulajdonképpen Calvin megtérése. Tehát ez az az élmény, amikor rádöbben az egyházban lévő visszásságokra, a bibliás alapokat meglátva, hogy változtatni kell. És elsősorban ő maga változik. Ő maga tér Krisztushoz. És nagyon sokat foglalkozik a Szentírással, sőt nagyon sokat beszél másoknak is róla, és a bölcsessége már ekkor megmutatkozott, mert nagyon sokan kérnek tőle eligazítást hitbeli dolgokban. Párizsban a Sorbonne Egyetem rektorának, Nicolas Coppnak segít megírni a tanévnyitó beszédét. Nagyon érdekes, tudjuk, hogy a beszéd elhangzása után kell Calvinnak elmenekülni a Franciaországból. Ugyanis az az érdekesség ennek a tanévnyitó beszédnek, mivel ez minden szentek napján, 1533. november 1-én hangzott el, és a tanévnyitó beszéd nem a szentek közbenjárásáról szól, mert hogy arról kellett volna, hogy szóljon, hanem az új hitnek megfelelően az Isten kegyelméről. És mivel az Isten kegyelméről szólal meg, ezért a katolikus egyház el akarja fogadni a rektort is, meg Calvint is, azonban a diákok figyelmeztetik őket a veszélyre, és Kopp az édesapjához, Bázelbe menekül, Calvint meg, mint amikor Pál apostolt kimenekítik, amikor a megtéréseit követően ott van Damaszkuszban, szinte ugyanígy ágytakarókat összekötözve engedik le a kollégium ablakán, és aztán ő pedig parasztnak öltözve menekül el Párizsból. Ő barátjához, Tillet kanonokhoz menekül, és ott tölt hónapokat. Ez alatt álnevet használ, mint amikor Luther is megmenekül a Wormsi birodalmi gyűlésről. Nagyon sokat olvas, jegyzetel, keresi az igazságot, amit aztán baráti köreinek tovább is ad, sőt, segít katolikus pap barátainak megírni a prédikációkat. És a környék falvaiban pedig a kikiáltó kövön állva, a halpiacon vagy a hidon beszél a jelenlévőknek az új tanokról. Első Ferenc francia király testvére, Navarrai Margit királyné védelmébe veszi az új tanok hirdetőit, akiket üldöznek. Calvin is többször megfordult nála. Ott nagyon sok neves tudós emberrel találkozott, egy alkalommal egy idős professzor, Fáber Jakab felismeri Calvin történelmet formáló személyiségét, áldásában részesíti Calvint, és azt mondja, hogy általad fogja Isten francia földön felállítani az ő nagy országát. Eközben már elkezdenek forrongani az események, mert Párizsban misét gúnyoló röpcédulák jelennek meg, és ez felbosszantja első Ferenc francia királyt, aki nagyon dühös lesz, és elrendeli, hogy négy helyen az új hit követőinek mágián való elégetését és vezeklésül égő fákjával, gyermekeivel megy a misére, demonstrálva, hogy igenis ennek az országnak katolikusnak kell maradnia. Sőt, azt írják, hogy a király még a saját gyermekeit is megfenyegeti, hogy ti is így fogtok járni, mint ezek, akik a mágián elégnek, hogyha az új hit követőivé lesztek. És elindítja a protestánsok kiirtását, üldözését, és tudjuk, hogy Calvin barátai, ismerősei közül is többen mindennek áldozatává esnek. A király a német fejedelmek előtt azzal mentegeti magát, hogy ő
bűnözőket, felforgatókat ítélt el. Calvin ekkor Bázelben tartózkodik, és ott írja meg a mágián meghalt hívek védelmében az ő főművét, az institúciót, vagyis a keresztény vallás rendszerét. És a, hát, hogy fogalmazzam ezt, talán a reformátorok egyik naivitásának újabb példánya, Hiszen tudjuk, hogy akkor, amikor a luteri reformáció elkezdődött, akkor Luther úgy gondolta, hogy a pápát értesíteni kell arról, hogy valami nem jól megy ebben az egyházban. Calvin pedig, mikor megírja az institúciót, akkor az ajánlást első Ferenc francia királynak írja. Nem jól megy valami itt ebben az országban. Tudjuk, hogy az élet egyik főműve, amit többször bővít, és ez a mai református egyházunk felépítésének az egyik alapja. Azt is tudjuk, hogy sajnos a király nem olvasta el az institúciót, és tovább üldözte az új hit követőit. Európa szerte azonban sokakhoz eljutott a könyve, és Calvin neve ezáltal ismerté vált. Calvin testvérbátyja Károly meghal Noyonban. Testvérének a katolikus egyházzal nagyon sok összetűzése volt, ezért kiátkozta a katolikus egyház, és az akasztófa alá temették. Calvin eladja a házukat, és két élő testvérével, Antallal és Máriával el akarja hagyni Franciaországot. Bázelben vagy Strasbourgban akar letelepedni, útközben betértnek Párizsba, hogy meglátogassák a hittestvéreket, és itt kell megemlíteni Szervét Mihályt, azt a nagy tudású orvost és teológust, spanyol orvost, akinek a tanai eltértek Calvinétól, ő ugyanis Szentháromság tagadó volt, tagadta az isteni hármasságot, és tagadta a gyermekkeresztséget is, és tanai miatt üldözték. És a történet leírja azt, hogy Calvin Párizsban szeretett volna Servéttel beszélgetni, szeretett volna disputát folytatni, vitatkozni Servéttel, de erre a találkozásra Servét nem ment el. És tudjuk, hogy a történelemben nincs ilyen, hogy mi lett volna, ha, viszont sokak szerint, ha ez a találkozó létrejön, akkor nem került volna sor 20 évvel később Genfben Servét mágia halálára. Az üldöztetések miatt Calvinék hamar elhagyják Párizs, de a háború miatt az út Bázel felé el van zárva, és ezért kerülni kell Genf irányába. Genf a felbomlott Burgund királyságnak volt a része, és nem tartozott sem Svájchoz, sem pedig Franciaországhoz. Önálló városállam volt, de szövetségben volt Bern kantonnal. Genf az új hit követője lett, elűzte a katolikus püspökeit, és az új hit lelkészei, Farel Vilmos és Viret Péter megtudják, hogy Calvin Genfbe érkezett, és ekkor még az új egyház megszületőben volt, Farel és Viret viszont nagyon-nagyon megörült, hogy hát az institúció szerzője megérkezett hozzánk. Mert ők azért jól csinálták a dolgukat, ige hirdetéseik nagyszerűek voltak, de az egyház szervezéshez nem igazán értettek. És ekkor történik az a legendás jelenet, amikor Farel átokkal fenyegetve veszi rá Calvint, hogy maradjon Genfben és segítsen az új egyházat létrehozni. Calvin sokszor tesz bizonyságot a szerénységéről, és most is azt mondja, hogy nem akar maradni, mert ő a tudományban szeretne elmélyedni, visszahúzódó természetére hivatkozik, nem akar előtérbe kerülni. Farel viszont a következőket mondja, és érdemes ezt a mondatot szó szerint meghallani. Te a tanulmányaiddal védekezel, de a mindenható Isten nevében mondom neked, Isten átka fog érni, ha tőlünk az Úr munkájában a segítségedet megtagadod, és magadat elébb teszed, mint Krisztust. Magyarul nem arról van szó, hogy te ki vagy. Nem arról van szó, hogy most itt akkor én ki vagyok, hanem hogy mi az ügy. És hogy Krisztust tudjuk felmutatni
És mi munkánk által ő dicsőítessék. Mit tudott tenni Calvin? Maradt. Marad, és előbb lektorként, tanácsadóként dolgozik Genfben, a várost vezető tanácsban tulajdonképpen még a nevét sem ismerik. Hónapokig Calvin fizetést sem kap azért a munkáért, amit Genfben végez. De mégis hozzálát az egyház szervezéséhez, hitvallást dolgoz ki, amire a városban lakóknak esküt kell tenni, és el kell kötelezni magukat az új vallás mellett. Ez az eskütétel sokaknak nem tetszik, akár csak a Bibliához hű, szigorú életvitel. Az istentisztelet központi része lesz az ige hirdetés, a Biblia magyarázat. Amit az Isten mond, azt vizsgáljuk, azt figyeljük és alkalmazzuk. És látjátok, testvérek, amikor valaki a Szentírásból prédikál, akkor egyre többen leszünk. Amikor az Isten igéje hirdettetik, akkor Calvint is egyre többen hallgatják. És a reformáció, amikor azt mondjuk, hogy Ecclesia Semper Reformari Debet, az egyház szüntelen megújulásra, reformációra szorul, akkor erről van szó. Vissza kell térni folyamatosan Istenhez és a Bibliához. Nem arról prédikálni, hogy mit beszélnek a piacon, hanem az, hogy mi van a Szentírásban. A gyülekezet életének fontos része lesz az úrvacsora, az Úr Jézus Krisztus testének és vérének a jele. Calvin szerette volna, hogyha minden héten, minden vasárnap úrvacsoráznak. A városi tanács ezt nem engedte meg, évi négyszeri úrvacsoraosztást engedélyezett. Az úrvacsoránál kenyeret és bort használtak, szemben az evangélikusokkal, akik ostyát és bort osztottak. És tudjuk, hogy az úrvacsora nagyon sok vitának központi témája lett. A bibliai zsoltárokat énekké formálják, és Isten tiszteleteken éneklik. A szövegeket Marot Kelemen, udvari költő és Béza Tódor, Calvin barátai írják, de a teljes 150 zsoltár versbeszedése majd csak Calvin élete végére készül el. Magyarra Szent Simolnár Albert fordította le ezeket a zsoltárokat 1606-ban, és a zsoltárok dallamát pedig Lois Bourgeois szerezte. Calvin fontosnak tartotta a gyermekek tanítását. Egy nagyon fontos pedagógiai érzéke és gyakorlata volt Calvinnak, ugyanis Calvin a gyermekeket nem kicsi felnőtteknek tekintette. Mint ahogy abban a korban ezt így tették. Calvin kátét, katekizmust ír ezeknek a gyermekeknek, és ez szerint oktatják a kicsinyeket. A város vezetése Genfben nagyon komolyan beleszólt az egyház életébe, láttuk az előbb az úrvacsoraosztás kapcsán is. És arra akarják rávenni őket, hogy Berni szokás szerint Genfben is ostyával osszák az úrvacsorát. A lelkészek azonban ellenállnak, és ekkor történik Calvin kiutasítása is Genf városából 1538. április 25-én. A kiutasítást követően Calvin előbb Bázelbe megy, hogy megvalósítsa korábbi terveit és a tudománynak éljen, majd Martin Bucer lelkész kérésére Strasbourgba megy, hogy az egyetemen tanítson, és a francia menekülteknek legyen a lelkésze. Bucer kérésének nehezen tesz eleget úgy szintén, mint korábban Genfben, ezért Bucer is kemény eszközökhöz fordul, ő Jónás próféta példáját idézi, aki szintén el akart szaladni a feladat elől. Strasbourg az egy sokszínű város ebben az időben, több ország találkozása mellett helyezkedik el, és Calvin sokat tanul itt Bucertől az egyházépítés terén. Genfel ellentétben itt a város vezetése nem szól bele az egyház életébe. És itt több egyház képviselete is megtalálható. Több országból sokan menekültek ide, olyanok, akiket a hitükért üldöztek, de toleránsak voltak
a különböző egyházak egymás iránt. És Calvin prédikálására sok anabaptista megkeresztelkedik itt, és reformátussá lesz. Calvin itt adja ki az institúció második bővített kiadását, valamint a római levélhez írt magyarázatát, valamint az első zsoltáros könyveit, amelyből Genfnek is küld 100 darabot. Mert velük azért nem szakította meg a kapcsolatot, továbbra is leveleztek egymással. Strasbourgban a barátai szeretnék megnősíteni Calvint. Ő azt mondta, hogy a következő tulajdonságok tudnának engem egy asszonynak megnyerni. Erkölcsösség, háziasság és türelem. Na hát ezeknek az elvárásoknak, Istennek hála megfelel, a két gyermekes, korábban anabaptista, holland származású fiatal özvegyasszony ide lett de Boer, akit Calvin feleségül vesz, és vele boldog házasságban él. Felesége segítette mindenkor Calvin munkáját, sőt még meghalni is kész lett volna Calvinnal. 1540-et írunk ekkor. Hitviták miatt több hónapon át van távol feleségeitől Calvin különböző városokban, Frankfurt, Hagen, Worms, Regensburg. Megismeri a luteránusokat, barátságot köt Melanchthon Fülöppel, más felekezetekkel is próbál közös álláspontra jutni, de nem nagy sikerrel. A hitvitákat 5. Károly német-római császár szorgalmazta, hogy a felekezetek újra egyesüljenek. De ez a törekvés kudarcot vallott. Genfben Calvinék távozása után zűrzavar uralkodik. Szadvalétó bíboros levelet ír a városnak, hogy térjenek vissza a katolikus egyházba. A genfiek Bern városához fordulnak, azok pedig Calvint kérik meg a válaszadásra. Calvin bölcsen válaszol a levélre, és ennek hatására a bíboros meghátrál. Genf aztán visszahívja Calvint, aki nehezen enged, de itt hangzik az a nagyon szép, majd jelmondattá váló gondolat, szívemet áldozatul ajánlom Istennek, válaszolja. És a pecsétjén még kiegészítve, még két szó szerepel, szorgalmasan, becsületesen. Szorgalmasan és becsületesen. Feltételekhez köti a visszatérését, amelyeket aztán a tanács el is fogad. Ő nem sértődik meg. Szinte megint csodálatos ez a történeti rész. Calvin a prédikációit onnan folytatja, ahol 3 évvel korábban abba hagyta. A városi tanács elfogadja az egyházi rendtartást, a gyülekezet tisztviselőit látjuk itt, lelkipásztorok, tanítók, presbiterek, ők a lelki élet tisztaságára vigyáznak. A diakónusok az adományok összegyűjtésével, szegények közötti szolgálattal, kórházi, szegényházi, árvaházi munkával foglalkoznak, és ezeket a tisztségeket ősegyházi mintára állították fel. A presbitérium feladata volt az egyházfegyelem gyakorlása, tehát a figyelmeztetés, ha kell, kiközösítés, sőt a városi tanács előtti büntető eljárás. A lelkészek igenis éltek azzal a joggal, hogyha ki erkölcstelenül élt, annak nem adtak úrvacsorát. És az erkölcsöt egyértelműen a 10 parancsolat alapján szabályozták, és Calvin azt mondta, hogy az első kőtábla megszegése, az Isten elleni vétek is ugyanolyan büntetendő, mint a második. Calvin nagyon sokat dolgozott, sokat prédikált, egyetemen tanított biblia ismeretet. Sőt, külföldről is sokan jöttek hallgatni az ő tanításait. Hétköznap az Ószövetséget, vasárnap pedig az Új Szövetséget magyarázta. Könyveket írt, levelezéssel buzdított, bátorított, lelki gondozott. Megrendítő az a történet, amikor 5 Genfben tanuló fiatal végzett lelkészt küldenek Franciaországba szolgálatra. És ezeket a fiatal lelkészeket ott csapdába csalják, és börtönbe kerülnek, mágia halálra ítélik őket.
és mágia halál előtt Calvin buzdító leveleket ír nekik. És ők, mint az első keresztény vértanúk, Zsoltárt énekelve és igéket idézve tesznek bizonyságot, még a mágián is. Calvin nagyon sokat betegeskedett, munkáját lelkésztársai segítették, igyekeztek vigyázni erre az emberre. Sőt, Pestis idején a város vezetése a lelkésztársakat küldte a járványkórházakba is szolgálni, mert nem akarták Calvint elveszíteni. 9 évi házasság után, 1549-ben súlyos betegségben Calvin elveszíti hűséges feleségét. 3 gyermekük született, de csecsemőkorúban mind a 3 meghalt. Calvin ezt írta feleségéről. Elvesztettem életem oly kitűnő társát, aki ha kellett volna, velem együtt vállalta volna nem csak a száműzetést és a nyomort, hanem a halált is. Egész életemben hűséges segítőtársam volt a szolgálatban. Soha nem hátráltatott semmiben, a legcsekélyebb mértékben sem. A genfi gyülekezet és város építő munkája során nagyon sokat vitázott, harcolt. Harcolt a Szent Háromság tagadókkal, az anabaptistákkal, a libertinusokkal, a szabadelvűekkel. Védi az egyre több helyről menekülteket. Az úrvacsoráról az evangélikusokkal vitázik, a predestináció, az eleve elrendelés tanával pedig hát nagyon sokan nem értenek egyet. Sok az irigye, a rossz akarója, az ellensége, és hát ő is megtapasztalja azt a nagyon szerencsétlen állapotot, amikor a régi barátok is hogy tudnak ellenünk fordulni, és ez vele is megtörténik. De ő rendíthetetlenül harcol a Biblia igazáért. Második ott létének első 9 évében a városi tanácsból sokan harcolnak Calvin ellen. Közel áll ahhoz, hogy ismét elüldözzék Genfből. Szervét Mihály, akit Párizsban halálra ítéltek, de onnan megszökött, ezt a helyzetet akarja kihasználni. Ezt a visszásságot, ami újra ellenségeskedés a városban Calvin ellen. És ő azért érkezik Genfbe, hogy Calvin helyére lépjen. A városi tanács végül Szervétet kivégezteti, 1553-ban vagyunk, és Calvin hívei többségbe kerülnek, és ezzel Calvin helyzete újra megerősödik. Munkájának gyümölcse a járványok, nélkülözések ellenére Genf városának felvirágoztatása. Kórházak, árvaházak, szegényházak épülnek, megszünteti Calvin a koldulást. Felvirágzik a szövőipar. Calvin az, aki azt mondja a svájci fegyvergyárosoknak, hogy kezdjetek el órákat gyártani. Így van. Svájci óra. Azóta is. És milyen szép, hogy Calvin munkássága nyomán 30 nyomda kezd működni. Bankok segítik a munkát. Az iskolát megerősíti, így a tudomány is felvirágzik. Az akkori általános és középiskolát kollégiumnak nevezték. És az osztályuk elnevezése pedig éppen fordítva volt, a végzősök voltak az elsősök. Egy év alatt akadémiát, főiskolát épít Genfben. Súlyos betegségei ellenére személyesen gyűjt pénzt az építkezésre. Híres tanárokat szerez a Luzánnyi Egyetem, elbocsátja a tanárait, mert nem ért egyet azoknak kálvinista szemléletével. Calvin a Jóisten kezét látja ebben a dologba, befogadja ezeket az elbocsátott kiváló tanárokat az akadémiára. És akkor itt van az, hogy gyermekkori latin tanárát, Cordiert is meghívja Genfbe oktatni. Az akadémiát, a zsoltárokat énekbe szedő Béza Tódorra bízza,
aki hű barátja és lelkész társa is, és itt képeznek lelkészeket a világ minden részére. Calvin azt mondta, hogy küldjetek faágokat, mi pedig nyilvesszőket küldünk vissza. És valóban szükség van lelkészekre, mert megalakul a francia református egyház. Ekkor 50 évesen adja ki az institúció végső változatát, és milyen érdekes, most kapja meg a genfi polgárjogot. Pedig mennyi időt ott van már. 1559-ben vagyunk. Calvin fiatal korától, ahogyan említettem, sok betegségben szenved. Fejfájás, gyomorbetegség, aranyér, váltóláz, köszvény, TBC. Halálos ágyán 55 éves volt, amikor meghalt. 55 éves korában még Biblia magyarázatot diktál a Józsué könyvéhez. Két könyv kivételével, ez az Énekek éneke és a Jelenések könyve, az egész Bibliához magyarázatot ír. Halála előtt elbúcsúzik a város vezetéseitől, lelkésztársaitól, mindenki siratja, bocsánatot kér, ha valakit megbántott volna, a munkáját semmiségnek mondja. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség. 1564. május 27-e. A temetése végtelenül egyszerű volt, bár az egész város kikísérte, de nem engedte azt, hogy a sírját megjelöljék. Azóta se tudjuk, hogy hol van Calvin sírja. Érdemes néhány szót szólni Calvin munkásságáról. Calvin az ige magyarázók fejedelme, szokták róla mondani, hiszen többen gyorsírással jegyezték le Biblia magyarázatait, amit ő utána átnézett és szükség esetén javított. 307 személyhez összesen 4271 levelet írt. Királyokhoz, érsekekhez, hercegekhez, gyülekezetekhez, egyszerű emberekhez. Levelekkel buzdította, ahogyan mondtam, a mágia halára készülő mártirokat is. Egyik főműve az institúció, a másik főműve pedig Genf városa. És a személyre vetették, hogy nem volt gyermeke. Ő erre azt válaszolta, nekem az egész világon vannak utódaim. És bizony elmondhatjuk, hogy jelenleg a Földön körülbelül 50 millió református él, Calvin utódai, köztük Magyarországon is közel 2 millióan. Szintén egy rajz még itt a végén. Genfben található a reformáció emlékműve, amely halálának 300. évfordulójára készült el. 12 alak van ezen a hosszú emlékművön. Középen a négy fő alak, Genf reformációjának meghatározó négy lelkipásztora, Farel, Calvin, Béza és Knox. Református hitünk hősei közül tudja valaki, hogy egyetlen egy magyarként ki szerepel a genfi reformációs emlékművön? Lehet tippeket mondani. Elárulom. Bocskai István erdélyi fejedelem. Ő van rajta még a reformáció genfi emlékművén. És akkor hadd említsek már meg néhány vonást, ami Calvin után szabadon, de mégis azért hozzáigazítva, calvinista emberre jellemző. Az első a puritán egyszerűség. Ez Calvin kapcsán is az ő életének minden területén megmutatkozott az istentiszteleten, istentiszteletekben, az étkezésben, a ruházkodásban, de a beszédben is. De ez mégsem volt egy primitív, hanem egy méltóságteljes egyszerűség, ami tartást adott ennek az embernek, és ő azt akarta, hogy ilyen tartása legyen mindazoknak, akik Krisztus után keresztényként akarnak közlekedni, őt követve haladni. Bizony Calvin szíve nagyon fájna, amikor látná, mert ő mondjuk azért a szórakozásnak és a kicsapongó létnek nagyon-nagyon ellene volt, látná, ami olykor hajnalig tartó mulatozásainkat, ebben még nagyon nem vagyunk calvinisták. A második
Igen, az elvárás, elhívása és küldetés tudat. A kálvinista embernek tudnia kell, hogy ő csak teremtmény, hogy önmagában semmi. És mégis óriási méltósága van azáltal, hogy Isten elhívta és küldetéssel ajándékozta meg. Hitében óriási szerepet játszik az, hogy az Isten szövetségéhez tartozunk mi mindnyájan. Hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő munkájában, az ő aratásában, vagy éppen szőlőskerti munkájában, vagy magvetéseiben vehetünk részt. Isten van mindennek a középpontjában, és nincs helye a gőgnek és az elbizakodottságnak. Tudatába kell, hogy legyünk a kicsinységnek, a méltatlanságnak, de azt is tudjuk, hogy hatalmas Isten méltatlan voltunk ellenére, Krisztusban bennünket elfogad. Az ő szövetségének tesz a részesévé. Küldetéssel bíz meg, és munkatársává avat. A harmadik, hogy a kálvinista ember legyen szakember egy területen. És Calvin nagyon határozottan azt mondta, hogy minden ember egyetlen területen kell, hogy nagyot alkosson. Elutasította a humanizmusnak azt a gondolatát, hogy az ember mindenhez kell, hogy értsen, meg mindent kell, hogy tudjon. Neki az volt a meggyőződés, hogy minden embernek csak egy mestersége legyen, de azt csinálja tökéletesen. És ezzel kétségtelenül döntő módon hozzájárult az új gazdasági rendszer a polgári kapitalizmus kialakulásához. A kálvinista ember nem fél a haláltól, vallotta Calvin. Azt tudjuk, hogy a középkori embert nagyon sokat foglalkoztatta, és rengeteg energiáját lekötötte a halál gondolata. Mi lesz vele a halál után? A középkori ember rendkívüli módon félt a haláltól, mert teljes bizonytalanságban volt az örökké való sorsa felől. Ezért lehetett búcsúcédulákat árusítani. Ugyanis azt tanította a középkori egyház az embernek, hogy a jövendőbeli sorsod a teljesítményettől függ. Mennyi jó cselekedetet tudsz végrehajtani, és éppen ezért szüntelenül rettegésben állt az ember, hogy hát ő ezt a magas mércét nem tudja felérni, és ezért örök kárhozat lesz a része. És akkor ezért jön a bibliai tanítás, hogy az üdvösség nem az ember teljesítménye, hanem az Isten kegyelmi ajándéka. És ezáltal az ember megszabadul a halálfélelemtől. Teljessé lesz az üdbizonyossága, és teljes erővel tudja belevetni magát ennek a földi életnek az alakításában. Pontos feladatom van ebben a világban. Nem az a cél, hogy én most eltékozoljam mindazokat a talentumokat, amit az Istentől kaptam, hanem kemény munkával előrébb vigyem ezt a világot, és aztán majd azt mondhassa nekem a mindenható Isten, hogy jól vagyon. Jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután. Harcolt a szenvedélyek ellen. Azt mondta, hogy ezek állati sorban taszítják az embert. Nem volt ellene, vagy ellenére a mértékletes alkoholfogyasztásnak, de a részegséget a legkeményebb szavakkal ostorozta, azt mondta, letörli az emberről az Isten képét, és az embert a disznókhoz teszi hasonlóvá. A munka szeretete és a munka fegyelem. A középkori embert a munkához, meg az egész élethez való viszonyában egyfajta kedvtelenség, majdhogy nem életuntság jellemezte. Bizony a kor tipikus alakjai voltak a tekergők, a szökött jobbágyok, a szökött katonák, a részek szerzetesek, a koldusok, egy szóval a munkakerülőknek a nagy tömege. Calvin meggyőződése volt, hogy a munka az embert nemesíti, jobbítja, emberibb emberré teszi. Hollandiában történt
a következő eset Harlem egyik templomában, a templom ablakából a középkori szentek alakjait eltávolították, és a helyükre tagba szakadt, életerőtől duzzadó, szorgalmasan munkálkodó polgárokat helyeztek. Na, ezek voltak az új kálvinista szentek. Hitték azt, hogy Isten mindenkinek adott egy talentumot, és kijelölt egy munkahelyet. És a hivatásokban nem tettek különbséget, vallották, hogy egyformán Isten dicsőségére lehet a prédikálást, meg az utcaseprést is végezni. Meg bármilyen más munkát. Azt mondták, minden munka hivatás és küldetés, és hitték, hogy Isten az embereket éppen úgy, mint az angyalokat, szolgálatuk alapján fogja majd értékelni. Aztán a szegényekről való gondoskodás. Tervszerűen próbálták ezt megtenni. Tudták, hogy ez nem lehet egyik csapásról a másikra megoldani. Egyrészt keményen ostorozták a gazdagokat, akik elnyomták a szegényeket, felszólították őket, hogy feleslegüket ne mértéktelenségre vagy fénygyűzésre használják, hanem igyekezzenek a szegények szükségeit enyhíteni. Isten előtt és Isten dicsőségére való élet. Kálvinista ember hisz Isten szuverenitásában és az eleve elrendelésben, és ezt meg is vallja. Ebből az következik, hogy ő tudja, hogy mindig Istennel van dolga, és neki Isten színe előtt kell élnie. Kálvin másik híres mondása így hangzik, inkább milliószor vesszen el ez a világ, mint hogy Isten dicsősége a legcsekélyebb módon is csorbát szenvedjen. A kálvinista ember vallja és hiszi, amit reformátorunk is hitt, vallotta és élt, hogy ez az egész világ az Isten dicsőségeinek szinterévé kell váljon. Harc a bálványimádás ellen. A pogányság minden fajtája ellen harcolt Calvin. Ellenállt, tiltakozott minden kísérlet ellen, amely Istent az ember ellenőrzése alá akarta vonni. Isten nem lehet a saját elképzeléseinkhez idomítani, nem lehet őt a saját képünkre és hasonlatosságunkra formálni. Bart Károlytól szokták idézni azt a mondatot, hogy Isten egészen más. Calvin is ezt mondta. Egészen más, mint ahogyan én róla. Akár az elmémben valamilyen formát tudnék alkotni. A génjeibe volt írva minden bálványtól és minden bálványimádástól való irtózás. Az embernek vagy az emberi teljesítményeknek a dicsőítése. És ezért utasított el minden egyházi hierarchiát is. Hiszi, hogy Isten a történelem ura. Én hálát adok a jó Istennek, hogy amikor most Magyarországon az új alaptörvény megszületett, akkor ez benne van a legelején, hogy Isten a történelem ura. Mert ezt a világot Isten teremtette, az ő gondviselése tartja fent, Isten a maga terveit valósítja meg a történelemben. Népeket és embereket hív el, hogy eszközeivé legyenek a történelem alakításában, és ezért van a kálvinizmusban egy ilyen gondolat, hogy felelősséget kell vállalnunk a világért. Ebben a világban élünk, de nem elegyedünk bele ebbe a világba, viszont nem is lehetünk túlságosan hermetikusan elzárva ettől a világtól. Gyökösi Bandi bácsi mondta ezt a mondatot, hogy nem lehetünk túl világiak, és túl világiak sem. És Calvin is azt akarta megmutatni, hogy egy földi közösség, mint Isten országának előképe egyáltalán nem lehetetlen ezen a földön. Szent életben járás. Calvin nem győzte eleget hangsúlyozni, hogy a keresztények az igaz hitüket szent életben járással kell, hogy megerősítsék.
Hát nem erről kellene, hogy szóljon. Tehát nem az, hogy milyen szépen tudok imádkozni, hanem hogy lássák az emberek, hogy milyen az életem. Nagyon fontosnak tartotta a 10 parancsolatot, annak megtartását. És azt mondta, hogy a szent élet az nem más, mint az Isten akaratával megegyező élet. Értelmes hitben szolgálni az Urat, a kálvinista ember egyik jellemvonása. Kálvin nagyon nagyra értékelte az értelmet. Minden bizonnyal nem véletlen az, hogy csak nem az egész Bibliát végig magyarázta. Ő nagyon ritkán próbált hatni az érzelmekre, sokkal gyakrabban az értelemre. Rendkívül módon hangsúlyozta éppen ezért az iskolák, a tanításnak a szükségességeit. Ahol a reformáció nyomában gyülekezet szerveződött, ott mindenütt iskolát is alapítottak. A tanulást, az ismeretben való előrehaladást alapvető feladatnak tekintette. És a kálvinista igehirdetésben is ott van jelen az értelem gyakorlása, a lelki fegyelmezés és az élet különböző kérdéseiben való eligazítás. És ebből következik az igehirdetésnek a megbecsülése. A kálvinista ember óriási jelentőséget kell, hogy tulajdonítson az igehirdetésnek. Nem véletlenül van itt ebben az imaházban is szószék, pulpitus. Tanítás történik. Nem szertartásokat végzünk és ceremóniákat, hanem tanítás hangzik el. Kálvin maga is az igehirdetés embere volt, az igehirdetést az igaz egyház egyik ismertető jelévé tette, ismertető jegyévé tette. Ő maga is 25 éven át prédikált, sokszor naponta többször is. Körülbelül 4000 prédikációt mondott el életében, amiből Isten különös gondviseléseképpen 2500 fenn is maradt. És a történelemből tudjuk, hogy a lelki ébredések mindig az igeszerű igehirdetésekkel kezdődtek. A reformátorok kimerték mondani, hogy a szószéken hirdetett ige Isten igéje. Kimerték mondani, hogy az igehirdető maga az Isten szája. Mindig nagyra értékelte ő maga is, és helyezte az igehirdetést, különösen amikor azt látták, hogy az Úr megáldotta az igehirdetést életet átformáló erővel. Éppen ezért nem lehet elképzelni az életünket igehirdetés és templom, gyülekezeti ház, gyülekezeti alkalmak nélkül. Mikor valaki Kálvinnak azt mondta, hogy ő otthon is tud imádkozni, és ezt lehet, hogy már mi is hallottuk, már hogy nekünk mondták, meg otthon is tud igét olvasni, akkor Kálvin erre azt válaszolta, hogy ne kísértsük az Istent, és ne akarjunk szárnyak nélkül repülni. A templom kerülést Kálvin ördögi arroganciának nevezte. Ezt az ördög tanítványai teszik, azt mondta. Nem szabad természetesen az otthoni biblia tanulmányozást se elhanyagolni, de Kálvin az igehirdetést ennek fölébe helyezi. Az ige azt mondja, nem pottyan le az égből, hanem emberi közvetítéssel érkezik hozzánk. És aki a gyülekezet összejöveteleit megveti, az eretnekségbe és gyalázatos tévejgésekbe esik, ezt mondja. Aki nem jön a templomba, az elveti Istent és az ő fiát. Aki kerüli a templomot, az halálos ellensége az Isten népének. Felforgatja az Isten rendjét, megoltja a lelket, levágja magát Krisztus testéről. Milyen kemény szavak ezek, és mennyire igaza van. Egyház és igehirdetés nélkül az emberek olyanok lesznek, és még tovább megy, mint a vadállatok. Kóborolnak a hegyeken és az erdőkön. Az igehirdetés által viszont az Úr biztos karámjába jut, oda viszi őt. Kiterjeszti szárnyait reánk, és az ő királyi oltalma alatt élhetünk. Az igehirdetésen kívül nincs más, mint romlás. Aki megveti az igehirdetést, az teljességgel az ördög uralja, ezen szemben azt, aki a templomba jár, még az Isten angyalai is Isten gyermekeinek ismerik el.
Az ige hirdetés az egyház lelke, az Isten által rendelt út az üdvösség elnyerésére. Calvin odáig megy, hogy azt mondja, hogy mi boldogabbak vagyunk a halottaknál, akik már nem mehetnek a templomba, és nem hallgathatják az ige hirdetést. És az ige hirdetésnek nem az a célja, hogy érdekes és lebirincselő legyen, hanem hogy a bűnös embert megszólítsa, és annak életét átformálva az alkalmas legyen Istent dicsőítő és szolgáló életre. Nem leszek már nagyon hosszú, de még egy pár dolog van. Következő a fegyelmezett élet. Voltak olyan reformátorok, akik a fegyelmezést a polgári hatóságra bízták. Calvin azt mondta, hogy ezt a lelkipásztornak és a presbitériumnak kell végezni. És ő nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy rendezett legyen annak a közösségnek az élete, ahol ő van. Hogy tudják az emberek a pénzt helyesen beosztani, észszerűen gazdálkodni, mértékletesek legyenek, takarékosok, erkölcsi tisztaság. Vallja az emberi erőket, képességeket, anyagi javakat okosan, észszerűen kell beosztani, és meg kell tanulni a pillanatnyi vágyak kielégítéséről későbbi és értékesebb jókért lemondani. Nem olyan világban élünk, hogy a pillanatnyi vágyaink kielégítésére akarnak mindig bennünket csőbe húzni. És azt mondja, hogy ne engedjétek magatokat megtéveszteni. Rendszeres, álhatatos ima élet, mondja Calvin. Nekünk Istenhez kell tartoznunk, és ez a vele való beszélgetésben meg kell, hogy nyilvánuljon. Ő nem csak azt kérte, hogy Isten segítsen hitre jutni bennünket, hanem azt is, hogy álhatatosan megmaradjunk ebben a hitben. Ismeretes az a történet, hogy Calvin halála után, mivel gyermekei nem voltak, a rokonok keresték azokat a tárgyakat, amiből pénzt tudnának csinálni. És megörültek, amikor Calvin ágya előtt egy szép medveprémet találtak. Gondolták, hogy na, végre ezt már jó pénzért el fogjuk tudni adni. Nagy volt a csalódásuk, hiszen a prémen két nagy lyuk tátongott. Calvin térdeinek a nyoma. A calvinista ember bibliás ember. Sokszor az üldözések idején nem mehettek Isten tiszteletre, ezért otthon kellett maradjanak, de mindig olvasták a Szentírást. A Szentírás, mint a hívő élet zsinórmértéke rendkívül fontos lett számukra. Bizony az életüket is kockára tették, hogy Bibliát vihessenek mindenütt magukkal. A Biblia körül ülő család, a Bibliát olvasó édesapa valóságos szimbóluma lett a kálvinista közösségeknek. Sokan nem tudtak olvasni, de azok is rengeteg igét tanultak meg fejből, szinte hihetetlen Biblia ismeretre téve szert. A zsoltárok szerelmesei, az éneklés elengedhetetlen része volt a kegyességnek. Az éneklésben a Biblia olvasással szemben mindig a feleségek, az édesanyák jártak élen. Éppen ezért nekünk szeretnünk is kell a zsoltárokat, amelyeket őseink munkaközben is énekeltek. Jó lenne ezt az örökséget továbbvinni és ápolni. A családi áhítat, ami a Szentírás olvasásából, zsoltár éneklésből és egy szabadon elmondott imádságból állt így, minden család egy kis gyülekezet is volt egyben. Nem véletlenül, hogy a mi népünknél is ez meghonosodott, ott volt, bárcsak ott lenne most is minden családban a Biblia, a zsoltáros könyve és az öreg szikszai, az imádságos könyv, amit naponta olvastak, ne kezdjük elveszni ezeket az örökségeket. És az utolsó gondolat, küzdelem a káromkodás ellen. Nagyon komoly harcot folytatott Calvin az Úr nevének hiába való felvétele ellen, amely a mi népünk körében sajnos nagyon-nagyon elterjedt.
Az egyik legsúlyosabb vétség volt, amiért az illetőt minden esetben a presbitérium elé idézték és megbüntették, a káromkodót. Hát mindezeket olvasva az a gondolatom, hogy hát na, vajon ki üti meg ezt a mértéket? Ki az, akire ezek a jellemvolások mind-mind jellemzőek, és ezek a jellemvolások megtalálhatóak lennének? Nyilván ilyen ember nem született erre a világra, sőt, még én azt is elmerem mondani, hogy Calvinban sem volt meg mindez így a maga teljességében. De nem is ez a döntő kérdés. A fontos az, hogy azt lássuk, hogy milyen gazdag örökségnek a birtokában vagyunk, és milyen embert akar Isten lelke bennünk kimunkálni. Egész életünk programját így fogalmazhatnánk meg, légy azzá, amivé az Isten akar téged tenni. És ha egy személyben ezek a jellemvonások nincsenek is meg, én hiszem, hogy a közösségben megvannak. És nagy kiváltság egy ilyen közösséghez tartozni, büszkének lenni arra, hogy ebben a családban ott van velünk együtt Calvin, Béza, Mélius, Juhász Péter, Szegedi Kis István, Kálmáncsei, Sánta Márton, ott vannak azok a gályarabb lelkipásztorok, akik hitüket még akkor sem voltak hajlandók megtagadni, amikor a legkegyetlenebb szenvedést kellett vállalniuk, a rabszolga sorsot. De ott vannak hitvalló szüleink, elődeink, akik bilincseket és börtönt szenvedtek az igaz hitért. És az életük azért volt áldott, mert ezek a jellemvonások többé vagy kevésbé, de ott ragyogtak bennük. Ezek a jellemvonások szent vágyat ébreszthetnek a szívünkben arra, hogy bárcsak minél többet megadna nekünk is Isten mindezekből. Talán még sok mindent lehetne felsorolni, de itt mindenképpen megállok, és azt szeretném, hogyha megvizsgálnánk az életünket ezen jellemvonások fényében, és hogyha az előadás egy picit is segített minket abban, hogy idézőjelben kálvinistább emberek legyünk, akkor ezért is legyen egyedül Istené a dicsőség. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.